Abonyban a Varga István városi sportcsarnokban zajlott zárt kapuk mögött a Ceglédi Kék Cápák Dabas elleni mérkőzése. Az ősszel a járvány miatt meghiúsult összecsapást most január 28-án pótolták a csapatok. A dobogon álló Ceglédnek létfontosságú volt győztesen zárni a meccset, hogy megtarthassa pozícióját. A Dabasi lányok célja pedig a feljebb jutási lehetőség volt a hatodik helyről. Az izgalmas mérkőzés pikantériája pedig az volt, hogy a találkozott két ceglidi edző, Dengi Zoltán és Jakab László irányította. A csapatok a szezon elejé formát hozták, hullámzó játékkal sok hibával zajlott a mérkőzés. Szerencsére azonban a cápa lányok szíve mindig a helyén volt, remekül küzdöttek és mindig a katolja játékos, aki előbbre vitte a meccset. A végeredmény ceglidi kék cápák Dabasi KCVSE 31-27.